A kedvenc tantárgyam címet kapta az a rajzverseny, melyre csak nem 100 kiváló pályamunka érkezett be. Ennek eredményhirdetését május 29-én tartották meg a Kondor Béla közösségi házban. A legjobb alkotások fogják azoknak a füzeteknek a borítóját díszíteni, melyet tanévkezdéskor az önkormányzat ajándékoz az általános iskolásoknak. Kiváló nevelő-oktató munka folyik a 18. kerületben, az általános iskoláinkban és egyébként a középiskoláinkban is. Most egy 9-14 éves korosztály számára kiírt rajzpályázaton vehettünk részt, amelynek a címe a kedvenc tantárgyam volt, és 9 általános iskolából 90 pályamű érkezett, és most a legjobb 16 pályaművet díjaztuk, és ez nagyon nagy öröm az önkormányzat számára, hogy valóban ennyi tehetséges gyermek van. Mivel több technikát is használtak a gyermekek a rajzok elkészítésénél, a zsűri az értékelésnél elsősorban azt vette figyelembe, hogy minél dekoratívabb legyen az alkotás. Nagyon profi ötletet láttam megvalósítva itt a pályamunkák között, ami komolyan mondom, még a profi képzőművészeknek is becsületére válna. Egyfelől nagyon-nagyon gyönyörű, szép, grafikus, rajzos megoldások születtek, másfelől viszont a festőiség is nagyon szépen képviseltette magát, amikor is gyönyörű, szép színharmóniákat tudtunk látni, amelyek nagyon, nagyon jó, izgalmas kompozíciókat hoztak létre. A díjazottak nem feltétlenül kedvenc tantárgyukat örökítették meg, hanem azt, amiben fantáziát láttak. Nem a kedvenc tantárgyamról, de az irodalomról rajzoltam, és hát arról, hogy az irodalomban mennyi mindenről lehet leírni dolgokat, és azt valósítottam meg a képemen. Igazából csak rajzoltam formákat, meg színeztem, ami éppen eszembe jutott. Én a matekot rajzoltam veled, de nem abban vagyok a legjobb. Ez nem baj, attól még szeretheted, és mit rajzoltál róla? Hát ilyen matek füzeteket, meg egyenleteket. A legjobb rajzokat egy-egy emléklappal, valamint könyvutalvánnyal jutalmazta az önkormányzat.